Espresso, Csuba címe, tükkel, vakáció. Két hónap napfény van ránk a nyárban, kószálunk vígan, hiruló tájban. Hősítő tavakra, strandokra járunk, nincs ilyenkor boldogabb nálunk. Berta Zoltán alpolgármester nyitotta meg a kiállítást augusztus 16-án. Beszédében Balogh Lászlóról is megemlékezett. Szeretettel köszöntöm én is az Aliszka Árpművészeti Egyesület által szervezett nyári zsongás kiállítás alkotóit, szervezőit, és nem utolsó sorban minden kedves érdeklődőt, reményeim szerint a jövő leendő művészeit. A kreativitás olyan drog, ami nélkül képtelen vagyok élni. Cecil Wilde-Mille filmrendező idézete néhai Balogh László mottója is lehetett volna. Mikor is 2011-ben életre hívta az Aliszka Árpművészeti Egyesületet. Laci tette mindezt azzal a céllal, hogy főként Tolna és Szekszárd környéki feltörekvő, kibontakozni vágyó amatőr művészeket felkarolja, részükre, alkotásai bemutatására kiállításokat, tudásuk, gyakorlatuk gyarapítására alkotótáborokat szervez. Rotkai Zsuzsanna, a művészeti csoport vezetője mutatta be nekünk kiállításukat. Ő maga 6 éves kora óta alkot. Utoljára 3 éve állítottunk ki, és most sajnálatos módon az együttes vezetője elhunyt, és új vezetőségi tagok kerültek az együttes élére. Ennek a bemutatkozása a mai nap történik meg. Hát régi tagjaink is vannak, de sok újjal is gyarapodtunk, és talán annyiban változik az elmúlt évek kiállításaihoz képest, hogy sokkal szélesebb körű, sokrétűbb a bemutatkozás, és a művészeknek a tevékenységi köre egész más, mint ami volt 3-4-5 évvel ezelőtt, illetve 20 évvel ezelőtt, mikor megalakultunk. A gyöngyképek is, 2-3 alkotónknak is a mesterművei most kiállításra kerülnek, hiszen ez is egy új technika, és a pirográfia, ami mostanában bejött, a divatba jött, ennek is jó néhány darabját bemutatjuk. Pirográfia főleg fa lécekre, fára dolgozunk, faros lemezekre például, és vannak speciális égető részei, égető tűk, égető szerkezetek, amikkel belevéssük, beleégetjük konkrétan a fába. Ezeken javítani nem lehet. Tehát ha az egyszer bele van égetve, azért ez egy nagyon nehéz technika, mert ezzel javítani nem lehet. Az olajon lehet, de ezeken nem. Nagyon sokféle motívumot el lehet vele készíteni. Tehát arcképet, tájképet, alakokat, csendéleteket, sőt lehet kombinálni például akvarellel is, gyöngyökkel is. Most magamról beszélek, mert ezzel szoktam, de hát ki amivel esetleg kombinálja. Én általam készített tárgyakat, egyrészt a szobraimat hoztam, amik itt láthatók, főleg agyag szobrokat készítettem, és amik itt ezen a főfalon látszanak még innentől, akvarelek, üvegfestmények, pasztel, sejemfestmény és grafika. Ezeket hoztam, hát, hogy többféle technikát bemutassak az alkotásaimból. Iskolás korom óta rajzolok. Többféle táborban voltam, több festőművésztől tanultam. A főiskolán elvégeztem a szobrász tanszak első évét, Adorjáni Endre tanítványa voltam,
és hát a többit pedig az üvegfestést, a sejemfestést magamtól kísérletezgettem ki. Krasznai Dorina kreatív és sokoldalú, egyik szenvedélye a tortakészítés. Másik hobbija a gyöngyképek megvalósítása, erről is beszélt nekünk. Egy megadott kép, ami ragadós, ilyen ragasztós, és arra kell igazából a megadott színeket ugyebár rátenni. Igazából nagyon egyszerű az egész, ilyen semmi bonyolultság nincs benne, meg hát nagyon szép utána ugyebár virágokat, állatokat, bármit ki lehet belőle rakni, és hát így megrendelésre is lehet készíteni, hogy a saját arcképünket például kirakjuk, úgyhogy ez is motivált, hogy ilyeneket készítsek. 9 éves korom óta kezdtem igazából így a cukrászattal foglalkozni. Így csak a családnak sütöttem így eddig, bár volt pár megrendelésem is, és hát most fogok az iskolába menni, kitanuljam igazából az egész cukrász szakmát, de nagyon szeretem már így dekorálni, igazából nagyon szeretek mindent, ezért is a gyöngyképeket is készítettem, úgyhogy igazából így a családban nem sütött így előttem senki, csak így valahogy nem tudom, jött nekem ez az érzés, és nagyon szeretem csinálni. Hát igazából több pasztelt készítettem, de a színeseket azért jobban szeretem, meg főleg az emeletes tortát, de igazából a dekorálásokat igazán szeretek, bár azért sütni is szeretem, meg az ízekkel is szeretek így, hát így váltogatni őket igazából, és hát nagyon várom, hogy megtanuljam így rendesen a szakmát is, mert süteményeket is nagyon szeretnék majd csinálni. A virágos torták azok, amik így nagyon mennek így a mai világba, de például én az ilyen formatortákat nagyon szeretem elkészíteni, mint például táska, meg ilyesmi, ami már nem mondod meg róla, hogy igazából ez egy torta, és ilyet többet is készítettem, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Főleg képek alapján szoktam készíteni, videókat úgy annyira nem, de mindig képek alapján megnézem, hogy mi a mostani divat, és akkor az alapján próbálom csinálni. Az Egyesület sok energiát fektet abba is, hogy fejlessze a gyerekeket, ösztönözze őket az alkotói tevékenységre. Én Kecserű Zolán vagyok, és ezt az oroszlánt készítettem, és a nagynényém hozta az Angliából, és volt egy lap, és az alapján raktam ki. Ezen kívül Zalán egy másik alkotása is megtalálható a teremfalán. Az a részdomborításom, és azt meg az voltunk, már nem tudom hol, és bementem egy ilyen terembe, és ott lehetett ilyeneket csinálni, lehetett festeni, rajzolni, de én legjobban a részdomborítást szeretem, mert az nagyon szép, meg nagyon jó is, és a másik feléről csináltam, és nagyon örültem neki, hogy lett az első részdomborításom. És mi van, hogy ez hogy néz ki, hogyha ránézünk, mit látunk? Egy sárkányt.